A Real Madridot irányító Carlo Ancelotti elárulta, hogy szerinte ki fogja megkapni a 2024-es aranylabdát. Az FC Barcelona megtette a második ajánlatát az RB Leipzignak Dani Olmoért. Elképesztő balszerencse érte a Manchester United-et. EB győztes spanyol válogatott középpályással erősíthet az Arsenal. A Borussia Dortmundnál folytatja a La Liga előző idényének egyik legjobban teljesítő jobb hátvédje. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a foci világ legfrissebb és legérdekesebb híreiről. Ha új vagy itt és imádod a focit, akkor csatlakozz hozzánk egy feliratkozással, és érdemes a csengőre is rákattintani, hogy időben értesülj a legújabb videóinkról. Videónk elején tekintsük át, hogy miként szerepeltek a magyar klubcsapatok ezen a héten a nemzetközi kupaporondon. A bajnoki címvédő Ferencvárosnak idegenben sem okozott problémát, a The New Saints két vára fektetése a bajnokok ligája selejtezőkörének második fordulójában. A zöldfehérek ugyanis a múlt heti 5-0-ra megnyert budapesti odavágó után a keddi visszavágón 2-1-es győzelmet értek el a Velszi bajnok otthonában, vagyis a Fradi 7-1-es összesítése jutott be a BL selejtezőkörének harmadik fordulójába, ahol majd a dán FC Midtjylland lesz az ellenfele. Kiharcolta a továbbjutást a konferencia ligában érdekelt három magyar csapat, a Fehérvár FC, a Paks és a Puskás Akadémia is. A Fehérvár 2-1-es összesítéssel kvalifikálta magát a következő körbe, köszönhetően annak, hogy miután az első idegenbeli meccsen 2-1-re legyőzte a Szumgai csapatát, a szerdán megrendezett visszavágón gól nélküli döntetlen tért el odahaza az azeri együttes ellen. A Paks pedig 2-es győzelemmel és 5-0-ás összesítéssel jutott túl a ciprusi AEK Larnaka csapatán, míg a Puskás FC úgy verekedte be magát a következő körbe, hogy pályára sem lépett a második fordulóban, miután a kisorsolt ellenfelét az ukrán Dnipro csapatát anyagi okok miatt az UEFA kizárta a sorozatból. Ami pedig a következő kör párosításait illeti, a Fehérvár a ciprusi Omonia Nikóziával, a Paks a montenegrói Mornárral, a Puskás Akadémia pedig az örmény Ararattal mérkőzött. Közik majd meg az EKL harmadik selejtező körében. Már csupán két hét van hátra a Premier League 2024-25-ös idényének rajtjáig, amely augusztus 16-án egy pénteki napon a Manchester United Fulham mérkőzéssel veszi majd kezdetét. Azt egyelőre csak megtippelni lehet, hogy a nyáron nagy átalakuláson áteső manchesteri sztárcsapat milyen kezdővel fog nekivágni annak a meccsnek. Az azonban biztos, hogy sérülés miatt az első fordulóban sem a nemrégiben a Lille-től 62 millió euróért szerződtetett Lenny Yoro, sem pedig a dán középcsatár Rasmus Højlund nem állhat majd a vörös ördögök holland vezetőedzőjének, Erik ten Hagnak a rendelkezésére. Mindkét játékos az Arsenal elleni múlt vasárnapi felkészülési meccsen dőlt ki a sorból, közülük Yoro járt rosszabbul. A 18 éves középhátvéd ugyanis lábközépcsonttörést szenvedett, ami miatt Fabrizio Romano értesülései szerint legalább 3 hónapos kiadás vár rá, így a fiatal galjátékos várhatóan csak valamikor november környékén mutatkozhat betétmeccsen a Manchester United mezében. Ami pedig Højlundot illeti, neki az ominózus meccsen a combizma sérült meg, az ő esetében pedig állítólag nagyjából 6 hetes, azaz mintegy másfél hónapos kihagyással kell számolni, ami azért is nagy érvágás az MU számára, mert így Joshua Zirkzé maradt az egyetlen hadrafogható klasszikus középcsatár a manchesteriek keretében. Nem csoda, hogy a hírek szerint Ten Hag azt szeretné, ha a klub igazolna még egy támadót a nyári transferidőszak szeptemberi zárásáig, és ha hihetünk a The Telegraph értesüléseinek, akkor a holland szakember legszívesebben a Brentford angol válogatott gólvágóját, Ivan Tonyt látná a csapatában. Kevesebb mint 3 hónappal a 2024-es aranylabda gála előtt a Real Madridot irányító Carlo Ancelotti az Obi-Wan című podcastnak adott interjújában elárulta, hogy szerinte ki fogja megkapni a France Football idei díját, amit az illetékesek a 2023. augusztusa és a 2024. júliusa közötti időszakban nyújtott teljesítmények alapján osztanak majd ki. Véleményem szerint Vinicius Junioré lesz a 2024-es aranylabda. Kétségtelen tény, hogy Dani Carvajal is nagyon jól teljesített az előző idényben, hiszen megnyerte a La Ligát és a Bajnokok Ligáját is, ráadásul a BL döntőben gólt is szerzett. A spanyol válogatottal pedig aranyérmet ünnepelhetett az Európa-bajnokságon, de Vinicius nála is jobb volt. Ő egy rendkívül tehetséges, fiatal játékos, aki megnyerte a La Ligát és a BL-t is, amelynek a döntőjében és az elődöntőjében is gólt szerzett. A Bayern München otthonában például 2 alkalommal is betalált, indokolta meg véleményét a Real Madrid 65 esztendős olasz vezetőedzője. A France Football egyébként szeptember 4-én fogja közzétenni a 2024-es aranylabda jelöltjeinek névsorát, a díjátadó gálára pedig majd október 28-án kerül sor.
Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Az AC Milan szerdán hivatalosan is bejelentette a szerb válogatott középhátvéd Strahinja Pavlovics leigazolását, akit a Red Bull Salzburgtól szerzett meg a milánói sztárcsapat. A 23 éves ballábas játékos, akinél egyetlen másik védő sem tudott több megnyert párharcot, szerelést, sikeres paszt és fejes gólt bemutatni, illetve produkálni az osztrák élvonal előző idényében, egy 2028 nyaráig szóló, egy éves hosszabbítási opciót is magába foglaló, valamint 1,8 millió euró fizetést garantáló szerződést írt alá az olasz klubbal, amely 18 millió euróért szerezte meg a játékjogát. Ugyanakkor a végleges vételára a különböző bónuszoknak köszönhetően akár 20 millió euróig is felkúszhat a jövőben, Pavlovics pedig majd a 31-es messzámban fog futballozni új csapatában. A Premier League-ben szereplő Chelsea leigazolta a Villarreal-tól a dán utánpótlás válogatott kapust Filip Jørgensent. A La Liga 2023-24-es kiírásában a legtöbb védést bemutató 22 éves hálóört, aki a Villarreal saját nevelésű játékosának számít és az előző idényben vált stabil kezdőkapussá a sárga tenger alatt járónak becézett spanyol együttesben, 24,5 millió euró ellenében igazolta le a londoni klub, amely ennél többet eddig csupán egyetlen játékosért, a 35,5 millió euróért a Leicester City megszerzett Kieran Dewsbury Hollert fizetett ezen a nyáron. A Chelsea 7. nyári szerzeményének számító Jørgensen pedig egy hosszú távú, 2030-ig szóló plusz egy éves hosszabbítási opciót is tartalmazó szerződést írt alá az angol fővárosiakkal, ahol majd várhatóan Robert Sánchezzel kell megküzdenie a kezdőcsapatba való kerülésért. A Borussia Dortmund tegnap a hivatalos oldalán tudatta, hogy leigazolta a Brighton & Hove Albiontól a 33 éves német válogatott támadó középpályást, Pascal Grosst, aki a középhátvéd Valdemar Anton és a középcsatár Serhu Girassi után már a harmadik idei nyári szerzeménye a Rúdvidéki Egyesületnek. A 8-szoros válogatott játékos 7 év után távozott a Brightontól, amelyben ezen időszak alatt 30 gólt szerzett a Premier League-ben, többet, mint bárki más a klub történetében. És az is egy érdekes adat vele kapcsolatban, hogy a 2017-es PL-be történt szerződése óta csak egy bizonyos Kevin De Bruyne alakított kínálat több helyzetet az angol élvonalban. Vagyis a Dortmund papíron remek fogást csinált Grosszal, aki a jól értesültek szerint 7,5 millió euró körüli összegért váltott klubot, de a végleges vételára különböző bónuszoknak köszönhetően akár a 10 millió eurót is elérheti a jövőben. A rutinos játékos pedig egy 2026 nyaráig szóló, plusz egy éves hosszabbítási opciót is tartalmazó szerződésről állapodott meg a Dortmunddal, amely hamarosan egy új jobboldali szárnyvédő leigazolását is bejelenti. A német együttes ugyanis egybehangzó és megbízható sajtóhírek szerint a napokban sikeresen megegyezett a Manchester Cityvel a 22 éves, négyszeres brazil válogatott Jan Couto megszerzéséről. Úgy tudni, a BVB egy évre kölcsönbe 25 millió eurós kötelező vételi opcióval szerződteti a dél-amerikai futballistát, aki úgy hagyhatja el a Cityt, hogy a 2020-as leigazolása óta egyetlen tétmeccsen sem lépett pályára Pep Guardiola csapatában. Az angol egyesület ugyanis minden egyes idényben kölcsön adta őt egy másik csapatnak. A legutóbbi szezon például a Gironánál töltötte, amely során elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a katalán együttes a La Liga tabellájának harmadik helyén végezve kiharcolta a Bajnokok Ligája indulásjogát, amihez Couto egy góllal és 10 gólpasszal járult hozzá. Ennél több asszisztot egyébként csak Nico Williams és Alex Baena jegyzett a spanyol élvonal előző szezonjában. Némileg meglepő módon a Manchester City jövőbeli terveiben ennek ellenére sem szerepelt Couto, aki a jól értesültek szerint már Dortmundban tartózkodik, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, és aláírja a 2029 nyaráig szóló szerződését a német klubbal. A Girona elfogadta az AS Roma Artem Dovbikért tett ajánlatát, aki tegnap már meg is érkezett az olasz fővárosba, hogy ott az orvosi vizsgálatok sikeres teljesítése után aláírja szerződését a farkasokkal. A 27 éves ukrán középcsatár az előző idényben nyújtott teljesítményével robbant be a köztudatba, amikor is a 24 találatával gólkirályi címet nyert a La Ligában.
Ennek következtében a 40 millió eurós kivásárlási záradékkal rendelkező Dovbik rendkívül kapossá vált a játékos piacon, és bár sokáig úgy tűnt, hogy a leigazolásáért folytatott versenyfutást az Atletico Madrid fogja megnyerni, végül az AS Roma lett a befutó. Az olasz alakulat állítólag annak köszönhetően tudott a spanyol sztárklub elé kerülni ebben a küzdelemben, hogy a matracosokhoz képest egy sokkal vonzóbb projektet tudott felvázolni a játékos számára, ráadásul anyagi szempontból is kedvezőbb ajánlattal kecsegtette a támadót. Ha igazak Fabrizio Romano értesülései, akkor a Girona a Dovbik transfer keretein belül 30,5 millió euróval fog gazdagodni, de a vétel ára különböző bónuszoknak köszönhetően akár további 6 millió euróval is gyarapodhat a későbbiekben. Emellett a játékos szerződésébe egy továbbértékesítési záradék is rögzítésre kerül, amely alapján a Dovbik jövőbeni eladásából származó bevétel 10%-a is a spanyol egyesületet fogja megilletni. A Horjorga Center pedig egy 2029 nyaráig szóló szerződésről állapodott meg a Rómával, ahol a jól értesültek szerint évi 3 millió eurós fizetésért fog futballozni, ami 0,5 millió euróval több, mint amennyit az Atletico kínált neki. Apropó Atleti. Úgy tudni, a madridi sztárcsapat figyelme a középcsatárposzt megerősítését illetően most a Villarreal norvég golgyárosa, a La Liga előző idényében 23 találatig jutó, ezzel Dovbik mögött a gollövő lista második helyén célba érő Alexander Sörloth felé fordult, aki állítólag szóban már meg is egyezett a személyes feltételeket illetően a fővárosi gárdával. Minden jel arra mutat, hogy a friss EB-győztes spanyol középpályás Mikel Merino lesz az Arsenal második nyári igazolása. Matteo Moretto, a Relevo újságírója ugyanis úgy értesült, hogy a játékos a személyes feltételeket illetően már mindenben megegyezett az ágyúsokkal, és a 28 éves játékos átigazolása már csak azon múlik, hogy a londoniak konszenzusra tudnak-e jutni a kiszemeltjük vételáráról annak jelenlegi klubjával, a Real Sociedaddal. Nos, állítólag erre sem kell már sokat várni, mivel a Baszk Egyesület a várakozások szerint rá fog bólintani az Arsenal egyelőre csak szóban megtett 30 millió eurós fix átigazolási díjat, plusz bónuszokat tartalmazó ajánlatára. Még úgy is, hogy Merinónak egy meglehetősen magas 65 millió eurós kivásárlási záradék van rögzítve a szerződésében. Hogy a Real Sociedad ennél olcsóban is hajlandó lehet tőle megválni, az annak tudható be, hogy a 28-szoros válogatott futballista megállapodásából már csak egy év van hátra. A remekül fejelő, kiváló szerelőkészséggel megáldott, valamint a kulcspasszok kiosztásában is jeleskedő Merino számára nem lenne ismeretlen terep a Premier League, hiszen a 2017-18-as szezont a Newcastle Unitednél töltötte, amelyben 24 bajnoki lépett pályára, mielőtt 2018 júliusában jelenlegi klubjához, a Real Sociedadhoz igazolt volna, amely a legfrissebb hírek szerint a Paris Saint-Germain erősítő Carlos Solert szemelte ki a pótlására. Fabrizio Romano értesülései szerint az FC Barcelona megtette a második ajánlatát is az RB Leipzignak Dani Olmoért. Ahogyan arról az egyik múlt héten közzétett videónkban már mi is beszámoltunk, a lipcsei egyesület 60 millió euróban határozta meg az épp a Barszában nevelkedett 26 éves, rendkívül sokoldalú támadó középpályás vételárát, a katalánok pedig első körben 40 millió eurós fix átigazolási díjat, valamint 20 millió eurónyi, viszonylag nehezen megszerezhető bónuszt kínáltak korábbi játékosukért, amit viszont a németek élből elutasítottak, mivel ragaszkodnak a 60 millió eurós alapdíjhoz. A Barca most benyújtott második ajánlata annyiban különbözik az elsőtől, hogy a gránátvörös kékek 15 millió euróval megemelték a fix átigazolási díjat, azaz immár 55 millió eurót is készek lennének fizetni a spanyolért, a bónuszok összegét pedig lecsökkentették 7 millió euróra. Vagyis ha hihetünk Fabrizio Romano értesüléseinek, akkor a Barca a kiegészítőkkel együtt 62 millió euróra növelte az ajánlatát, ami a klubvezetők reményei szerint már elegendő lesz ahhoz, hogy a Leipzig elengedje Olmót, aki állítólag a személyes feltételekben már mindenben megállapodott nevelőegyesületével, amely ha zöld utat kap a német klubtól, akkor várhatóan egy 2030 nyaráig szóló szerződést fog kötni a friss EB-győztes kiválósággal. Más kérdés, hogy a Sky Sport Germany újságírója Philipp Hinze tegnap arról írt az X oldalán, hogy a Leipzig továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy 60 millió eurós alapdíjat akar kapni Olmóért, így minden bizonnyal a Barca második ajánlata is visszautasításra fog kerülni. A Barcelona egyébként még Nico Williams megszerzéséről sem mondott le, ugyanakkor a spanyol sportsajtóban az elmúlt napokban arról lehetett olvasni, hogy az Athletic Bilbao szélsőjének leigazolására egyre kisebb az esélyük a katalánoknak. A 21 éves futballista ugyanis állítólag azt fontolgatja, hogy még egy szezont marad a Baszk nevelőegyesületénél, és csak jövő nyáron vált klubot.
Ezzel pedig a mai összeállításunk végéhez érkeztünk. Ha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot, ha pedig új vagy itt, akkor iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a foci világ legérdekesebb történéseiről.